Nem jó az embernek egyedül lenni. A házasság hete olyan széleskörű összefogásra törekszik, amely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökké való értékét. A Valentin nap után nem sokkal, most már több mint 20 éve egy angliai kezdeményezés során nálunk hazánkban is megrendezésre kerül a házasság hete. Tudtam, a 21 országban tartják ezt az alkalmat, így köztünk a mi Magyarországunkon is. Civil szervezetek, főleg keresztény egyházak részvételével és programsorozatokkal vasárnaptól vasárnapig, az idén ez február 11-től 18-ig tart. Az idei évnek a témája állandó megújulásban. És itt Szekszárdon is azért van néhány alkalom. Mi evangélikus közösség most nem tartunk ezügyben alkalmat, de például a reformátusok, a szekszárdi reformátusok tartanak, és a házasság öröme áll a fókuszban, erről beszélgetnek. Vagy éppen vasárnap, a plébános úr így világosított fel, vasárnap majd a Bélőtéri templomban a mise keretében lesz házasoknak a liturgikus megáldása, tehát még lehet csatlakozni ehhez a programhoz itt nálunk is. A Szekszárd és környékének evangélikus lelkésze Sefcsik Zoltán elmondta, ahhoz, hogy egy kapcsolat jól tudjon működni, a pároknak sokat kell figyelniük egymásra a mindennapokban is. Keresztény hit és gondolkodás hagyományában a egyik legfontosabb mondat a házassággal és a családdal kapcsolatban a teremtés történetének az a mondata, ami Mózes első könyvében, második fejezetben így szól, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá segítőtársat, hozzáélőt. Különféle fordításokban, de ezt olvassuk. A Teremtő Isten szándéka az, hogy az ember ne legyen egyedül, és adja ezért házastársként Ádámnak, Évát, Évának pedig Ádámot. És az ember ezt a teremtés történeti mondatot komolyan veszi, akkor már ebből következik szerintem valami nagyon izgalmas folytatás. Hogy tudnélik, ez mégiscsak egy nagy titok. Hogyan lehetséges az, hogy egy másik, egy korábban addig idegen hozzám illő lesz, és segítőtársam lesz. Ráadásul a teremtés történetének a folytatásában még azt is olvashatjuk, hogy lesznek ketten egy testé. Ennek a kifejezésnek mindenféle erotikus és szellemi és az életvitelt érintő jelentésével együtt, hogy ez vajon hogyan valósul meg. Szóval már magában a bibliai kijelentésben az alapban benne van, hogy ez egy folyamat. Olyan titokzatos az emberi szív, férfi és nő útja, főleg még a kettő együtt. Ezért az idei házasság hetének a témája az állandó megújulásban szerintem különösen is fontos, engem legalábbis nagyon megérint. És egy személyes, friss tapasztalatom is kapcsolódik hozzá, ugyanis nemrégében a kedves feleségemmel 26 évnyi házasság közben voltunk egy Ölejá című házasságápoló néhány napos programon. Bevallom, úgy mentem el, hogy arra gondoltam, 26 év után mi újat tudnak mondani majd nekem a házasságról, mi újat tudhat meg rólam a feleség, vagy én ő róla. Nem részletezem, nagyon megdöbbentő volt az élmény, hogy még 26 év közös élet során is, vagy alatt is mennyi olyan homályos terület maradt, titok maradt, amit ő nem ismert meg belőlem, vagy félreértett, és fordítva én nem tudtam meg róla, vagy félreértettem vele kapcsolatban. És az utat eszembe, és bocsánat, ez nagyon ilyen férfi logika, hogy ez milyen mértatlan dolog, hogy mondjuk az autóm, az mindig eszembe jut, hogy egy évente egyszer elmenjek mondjuk olajat cserélni, vagy a motoromat elviszem a tolnai szerelőmhöz, hogy azért vizsgálják át, olajozzák meg a hajtás láncot, és ez milyen ritkán jut az embernek eszébe, úgy általában, hogy hát azt a ezerszer, milliószor finomabb mechanizmust, ami férfi és nő közös útja házasság, hogy ezt olajozni, ápolni kell. És nekem ez egy nagyon friss élmény volt ebben az Ölejá programban, ezt átélni, hogy milyen üdítő jó eső, amikor erre kivágva néhány napot az életünkből egymással foglalkozunk, érzéseinkkel, tapasztalatokkal, állandó megújulásban. Ha a kocsira, műszaki eszközökre van idő, kell, hogy legyen erre is. Különösen fontos egyébként az egyház számára a házasság, mint jelkép is, mert Krisztus sokszor így mutatkozik be az evangéliumban, illetve az új szövetségi íratokban úgy mutatja meg magát, mint aki
mint aki a vőlegény, és mint akinek a menyasszonya maga az egyház. Úgyhogy, amikor a mi nyugati kultúránkban talán a házasság, mint szokás, mint szövetségforma úgy bajban van, vagy megerősítésre vár, azért is fájdalmas, mert hát a kereszténység ősi hagyományában ez mindig is kiábrázolása volt Krisztus és az egyháza kapcsolatának. Ezért ilyen döntő, ezért ilyen fontos. Itt a héten talán ha az ember több időt szán arra, hogy egy film, egy programon való részvételével, egymással való leüléssel, beszélgetéssel, az eddig átéltek felelevenítésével kicsit olajozza ezt a kapcsolatot, meg Isten áldását kéri, hálával köszönve, ami eddig volt, erőt kérve, ami ezután lesz, akkor talán szépülnek, erősödnek ezek a szövetségek. Sok esetben a kommunikáció minősége vagy hiánya óriási hatással van az emberi kapcsolatainkra. Az információcsere egy részében beszédformájában fejezzük ki magunkat, és van a nonverbális eszköz, amely testbeszédet, gesztusokat, mimikát használ. Közlésünk 65-70%-a a beszéd nélküli. Hú, nagyon, tehát ez nagyon izgalmas téma. Igen. Például ezen, amit én részt vettem a feleségemmel, ott például részletesen belementünk, és ezt külön nagyító alá vettük, hogy én hogy szoktam kommunikálni, ő mi az, amit én meghallok, nem hallok. És mondom, nagyon érdekes volt így negyed évszázad után is észrevenni, hogy hát még mindig nem hallom, vagy ő sem hallja. Tehát ó, ez nagyon izgalmas, és ez tényleg ilyen, tehát nem véletlenül egy hét, ez sem, meg egy ilyen házasság erősítő program is napok kell, hogy legyen, mert szóval ez annyira részletes, olyan finom összetett ez a rendszer. Nagyon izgalmas, igen. A házasság a Teremtő csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül.